estét kívánunk mindenkinek, itt az Ízlésrendőrség a Klubrádióban, itt van Dredd Bírósok, szeretettel köszöntöm drága kellemes kollégámat. Jó estét kívánok. Itt van Mosolygós Gyilkos, jó magam Justice doktor, szolgálti telefonunkat mondanám, ahol ki, mit, miért típusú feljelentéseket lehet tenni. 24.06.95.3, 24.07.95.3. És ezen kívül van egy szolgálati SMS falunk is, amely a 0620-999-953-as névre hallgat. És mielőtt elkezdenénk az Ízlésrendőrség valódi adását, előtte egy pár szót. Egy tisztelgés. Egy tisztelgés, így van, hiszen az ízlésrendőr is ember, és minket se hagyott, minket is megérintett, inkább úgy mondom, minket is megérintett az az 1-0-ás győzelem, ugye? Megérintett. Megérintett minket, meg a Bruce is megérintett. Mosolygós Gyilkos, téged megérintett a dolog? Ő is most úgy érzi, hogy igazán ott voltunk, végre megmutattuk magunkat a világnak. Egy ismerősünk azt mondta, hogy azért nagyon fontos egy nemzet életében a futball, mert utána bárhova elmegy a világban, mindenhol azt mondják, hogy aha, szóval te abból az országból jöttél. Most egy életre megtanulják a BBC-ben is, hogy kell kimondani azt, hogy Zalaegerszeg. Na de, Pankszoldert Miklósnak köszönhetően kaptunk egy felvételt, ugyanis Koklárovics Béla, a gól szerzője, az gyakorlatilag így megzenésítődött, és ha majd egyszer a honatják úgy fognak dönteni, hogy a himnuszt le akarják cserélni, én javasolni fogom, hogy tehát egy opcióként fölkínálnám ezt himnusznak, mert nagyon szép. Kicsit dínyés jó stílusban, de igazi magyar felvételről van szó. Akkor következzék Koplárovics Béla Blues. Szóljon a nemes szerzemény, Vitéz Koplárovics Béla nevének dicsőségére. Rendőrség a Klubrádióban, Dredd Bíró, Mosolygós Gyilkos, jó magam Justice doktor, feljelentő. Ízlésrendőrség, halló. Halló, Steffi vagyok, sziasztok. Szervusz. Nem tudom, hogy lehet-e teljesen személyes bosszú vágyból is feljelenteni valamit. Természetesen lehet, hiszen emberek vagyok. Látod, bebizonyítottuk az előző Koklárovics Béla blúzzal, hogy a ízlésrendőr is ember. Ezért ja, és bocsánat, még mielőtt belekezdeni a feljelentésedbe, szeretném felhívni az ország lakosságának figyelmét, hogy ezt először nálunk hallották. Tehát bármi más, már csak hamisítvány és gyenge utánzat, de figyelünk. Na, szóval, hogy mondtátok, hogy jó a foci, hogy ha valaki külföldön jár, akkor mindig először a foci jut mindenkinek az eszébe. Igen. Hát én szeretném feljelenteni Csicsolinát. Na, mert hogy rossz hírünket kelti? Mert hogy én amikor olaszokkal dolgoztam, és kiderült, hogy magyar vagyok. Akkor nem a Puskás öcsit mondták? Nem, azt másodjára mondták. Először, minden magyar lány olyan, mint Csicsolina, és ez engem annyira frusztrált. Én annyira gyűlöltem. Mert te sem vagy olyan. Mi is a baj Csicsolinának az ő pályafutásával? Semmi. Ez, hogy egyből úgy kezeltek, mint Csicsolina lennék. De csak ez azért, most mert rossz. Magyar vagyok. Ez szeretném rossz. Megérteni a problémát. Igen, a rossz. Tehát én Olaszországban nincsen Csicsolina férfiban.
érted? De hogyha tegyük fel, azt mondaná nekem valaki, hogy olyan vagy, mint Csicsolin a férfiban, az rossz. Hát igen, sértés, igen. Igen. Egy vigasztaljon, hogy mi soha nem gondoltunk rólad ilyet. Az de ízlésen... én akkor is szeretném feljelenteni a Csicsolinát. Az rendben van. Kitört belőlem a bosszúvágy. Figyelj, de megbüntetjük saját zenéjével, mit szólsz hozzá? Van neki olyan? Hát amikor az Alatnai cínivel... Retteneteskedett. Jézus Máriám, hát az nekem lesz büntetés. Lejátsszuk neked. Nagyon szellemes. Ez azért jó, ez a felvétel, mert itt szavak és kommentár nélkül derül ki Csicsolináról, hogy ő milyen is. Ezt egyszer már elmeséltem, de gyorsan elmondom megint. Tehát azért nem lesz neked ez büntetés, és azért lesz neki büntetés, mert szólt olyan, mint annak idején vagy a Ferrari-nél, vagy a Lamborghini-nél kísérletezték azt ki, hogy úgy szüntették meg az utastérben a menetzajt, hogy ugyanolyan frekvencián ellenzajt, és teljes csönd lett a karosszérián belül. És mi ugyanevel a technikával élünk, hiszen rádióhullám, meg minden, stb. Ne kell magyaráznom, mert nem is tudnám. És az lesz, hogy most így ezzel, amit sugároz felénk a Csicsolina, a löttyet melleivel, azt mi visszasugározzuk neki. Jó, na mindegy, úgy magán. Legyen, hogy másodjára Puskás Öcsi, és harmadjára az Alaegerszegűt mindenkinek az eszébe. Így van, de meg fogják tanulni, azt hidd el nekem, Koklárovics Béci az úgy legyen. Oda pakol. Kimondható magyar névről van szó, ugyan. Igen. Köszi szépen, sziasztok. Szevasz. Na, ciao. Ízlésrendőrség, jó estét kívánok. Pahancsoljon. Jó estét, Péter vagyok. Jó, és szeretnénk feljelenteni a zenei szerkesztőtöket. Már mely? Van természetesen van zenei szerkesztőnk, de ennek az adásnak, vagy a rádiónak a zenei? Mosolygós gyilkos. Ez szenzációs, ez a fasi szerintem. Már a mosolygós gyilkos, vagy a Koklárovics Béla? Nem a Koklárovics, az ő zseniális. És ott skandáltam én boldogan a Koklárovics Bélát, mert ez hát önmagában is egy jó lang. Ki voltál a meccsen, tényleg? Igen. És milyen volt? Egy kicsit mesélj ma a hangulatáról. Nagyon jó volt. Óriási szerencséje volt az Alaegerszegnek, és tudtak vele élni. Figyelj csak, mert én azt gondoltam, tehát mi néztük a Gézával, vagy a Justicével néztük azt, hogy várjál, miért? Atya, úristen. Szóval, na mindegy, a lényege az az egésznek, hogy bocs, csak így beleolvastam egy SMS-be. Szóval az a lényege, hogy mi néztük a tévén, és pont azon, hát egy kicsit így kárörventünk, hogy na, sok szerencsétlen néző ugye megvásárolta a jegyet, ráadásul sorba állt érte, valaki még állt ilyen 50 ezer forintért is vett jegyet, és akkor végig kellett nézni egy 0-0-át, és erre az utolsó percben gyönyörűen. Koklárovics Béci. Na, visszatérve a gyilkosok. Igen. Előbb volt ez a madafakás. Igen. Nagyon jó volt, de nem emiatt jelentem föl, hanem az Ave Maria verzió miatt. Az Ave Mariát azt el kell, hogy mondjam neked, hogy a Karel Gott és a... Igen. Karel Gott is ki volt a... Hú, sajnos a hölgy nevét nem tudom, azt a Justice doktor tudná megmondani. A Karel Gottot csatoltam volna, mert őt ismerem egyedül, aki csenyelven énekel. Igen, ilyen rettenetesen jól, ahogy csak ő tudja csinálni. Lelkiekben könnyes erőket magam, amikor hallgatom ezeket a számokat, és a műsorotok is jó. Hát igyekszik a szakember. Figyellek titeket továbbra is. Jó, köszi szépen. Sziasztok. Ciao. Na. Ez itt még mindig a Klubrádió, mindig az ízlésrendőrség, és még mindig a telefonáló. Haló! Sziasztok! Szevasz, Józsefem, mondjad! A legújabb rádiónk, Józsefem, parancsolj! Csak élek a te poénoddal, ne haragudj! Nektek. Ez jó volt! Melyik? A Koklárovics Béla? Igen. Koklárovics Béla a király. Igazság ez szerint, ha valaki megadná a szemet, föl is hívnánk, és gratulálnánk neki. Most is időben érzésedőnek benneteket. Nagyon szépen köszönjük. Józsefem, ha te dicsérsz minket, ez olyan, mintha 10 000 ember dicsérne minket. Megkezdjük az ellenoltást, már elnézést, hogy így bele beszélek. Ja, bocsánat, tényleg. Mert ott ragadtunk le, hogy Csicsolinát... Fene, én meg itt eldumálgatok a kedves hallgatókkal. Na, ne haragudás van, jó? Ciao. Sziasztok. Szevasz, mert tudod, dolgunk van, és büntetünk, és nem csak jutalmazunk, hanem büntetünk is, és akkor a Csicsolinának egy ellenhalásugár, vagy hogy hívják ezt a dolgot. Löveljünk, gyilkos, löveljünk, kérlek. Igaz barátság, örök barátság, kebel barátság. Színi,
Te emlékszel, amikor én jöttelek megnézni a Metroklubba, és olyan szép, olyan nagyon szépen énekeltél, és olyan hosszú hajad volt, és amikor a Mercedes-szel jöttél, akkor te nem vettél engem fel a kocsiba. Emlékszel? Nem emlékszem, mert nem is ismertem. Persze, hogy nem ismertél. Én emlékszem mindenre. De olyan szép emlékeim vannak. Emlékszel a Friendrace-re is, ugye? Na most valamit mondjuk Rómáról is. Az igaz, én meg szeretném kérdezni, amikor te Rómában voltál, Cini, láttál valami érdekeset nálam? Hát azt hiszem, láttam olyat, amit még életedben soha. Például? Például egy pornófilm készítés. Ez igaz, igen, egy fiú és egy lány, amikor szerelmeskednek, és te láttad. Igen, a Műdzsungelben. Milyen volt, tetszett? Nagyon.